Mit kell tudnod a Suzuki ignis lengő karáról? Sziasztok, én német Sándorék, vagyok, ez pedig a Suzuki Alkatrészek webáról, ez egy újabb blog videója. Szóval, Ignis lengőkar. Sokszor teszitek fel nekem azt a kérdést, hogy milyen lengőkor van az autótokban. Először is azt kell megállapítanod, hogy magyar gyártású vagy japán gyártású az Igniszed. Hogyha magyar gyártású az igniszed, az alvás számod úgy fog kezdeni, hogy TS, hogyha japán gyártású, akkor JS. Japán gyártású Ignis nem árulunk a van, mert csak gyáriban elérhető és elég húzósára van. Az utány gyártott hogyha magyar gyártású az autó, az viszont választhat többféle minőséget is. Nippárc vagy utángyártott. Mindkettő mellett mondanék egy kis érvet. Először is a Nippárc gyártmánynál a szedben állunk benne van az a két darab stabilizátor gumis amit majd cserélned kell, illetve hát ne felejtsd el kicserélni, mert valószínűleg ha, ha már ez tönkre van menve. Szóval ezt így fogod megkapni ennél a, a gyártmánynál. A másiknál így külön áruljuk, nincsen bele csomagolva a szedbe. Amit érdemes még figyelembe venned, ami miatt tönkre megy, egy ilyen lengőkar, ez az a porvédő guminak a minősége. Ez az utángyártotta között is egy, egy elfogadható minőség, de nem fog vettekedni a néppárcéval. Meglátod, azért ez egy sokkal, sokkal inkább igényesebb darab, mint ez. Jó, amit tudnod kell még róla, a szerelők sokszor félre tájékoztatnak. A szerint kétféle cikk számon volt elérhető ez a lengőkar. Nem, 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 kell túl bonyolítanod. A lényeg az, hogy ez a lengőkör, amit a webáruházba árulunk, az összes magyar gyártású Suzuki Ignishez megfelelő. Jó, legyen az egyhármas as vagy legyen az 15 modell. A japán az, amiben változtattak. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani neked. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel, és értesülni fogsz a következő videóblog bejegyzésünkről.